A Vajdaság nyomában című életmód konferencián az érdeklődők összesen 10 vajdasági és magyarországi szakember előadásait hallgathatták meg, akik között volt pszichológus, dietetikus, masszőr, személyiségfejlesztő tréner, lélekmentor és tisztánlátó is. Valamennyien a boldogság megtalálásának lehetséges útjairól beszéltek az egybegyűlt vendégeknek. Az evolúciós pszichológia szemszögéből próbáltam megközelíteni, ugye az evolúciós pszichológia azt tartja, hogy az öröm, a boldogság az egyfajta motiváló eszközévé, illetve motiváló eszközként alakította ki az evolúció azokra a tevékenységekre, amelyek segítik a túlélést, a szaporodást és a fajnak a fennmaradását. Egyfajta illúzióban élünk manapság, miszerint én elegendő vagyok saját magamnak, nem kell senki, önnellátó vagyok, azt csinálok, amit akarok, tehát egyfajta szabadosság szemlélet uralkodott el rajtunk, és annak sajnos az a természetes következmények, hogy magányosak vagyunk, és egyre magányosabbak, annak ellenére, hogy szabadabbnak hiszik magunkat. A szervezők rendkívül sikeresnek értékelik az idei sorrendben 5. életmód konferenciát. Fontosnak tartjuk, hogy az emberek, mint az egyének, mint a társadalom szintjén tudatosuljon bennük az, hogy tehetnek a saját egészségükért, a lelki egészségükért, ugyanígy a boldogságukért is, és az életmód konferencia ezt szeretné szolgálni. Az Éld az Életed Egyesület illetékesei azt mondják, a konferencia résztvevői reményeik szerint a későbbiekben is alkalmazni tudják majd az ott kapott jó tanácsokat és az ott elsajátított módszereket, és ezáltal, ahogyan fogalmaznak, talán valóban boldogabbak is lehetnek.